szöndelés, lesz kapuralövés, lesz labdával, focilabdával cicázás. A tanév egyik utolsó testnevelés órájának feladatait magyarázta osztályának Sira Krisztina a nyíregyházi Bem József általános iskolában. A gyerekek bemelegítésként kreatív fogócskával kezdték meg a testmozgást, nem sokkal később azonban félbeszakadt a foglalkozás. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Krisztina néni, ahogy a gyerekek hívják, meghatottan fogadta a hírt. Ő lett az év testnevelő tanára a 200 fő feletti iskolák kategóriájában. A Magyar Diák Sport Szövetség versenyére maguk a gyerekek és szüleik nevezték a tanárt, akit kétforduló szavazással választottak meg. Egy olyan álmom vált valóra, amit nem is gondoltam volna. Tehát még hihetetlen, felfoghatatlan, de ez egy hatalmas elismerés egy pedagógus számára, úgy gondolom. A díj ezúttal nem kifejezetten szakmai, hanem népszerűségi jellegű volt, hiszen a közönség döntött. Ez tehát azt bizonyítja, hogy Krisztina kivívta a diákok, a szülők és a kollégák együttes elismerését. El kellett fogadniuk engem testnevelés során, szeretniük kellett, és a legfontosabb dolog az, hogy szeretni kell nekik azt, amit én csinálok velük testnevelés során, és számomra ez a legfontosabb, hogy szeressenek jönni, öltözzenek le, jól érezzék magukat, és lássam az örömöt az arcukon, amikor kimennek testnevelés óráról, hogy ez milyen jó volt. Az évtesi tanár a díjat három kategóriában hirdette meg a Magyar Diák Sport Szövetség. A verseny tulajdonképpen, ugye, ahogy a nevében is benne, egy országos szavazás volt. Három kategóriában lehetett szavazni a testnevelőkre. 30 év alatti fiatal testnevelő kategóriában 200 fő alatti és 200 fő feletti gyereklétszámmal rendelkező iskolák, tehát kisiskolák és nagyiskolák kategóriában lehetett szavazni. Először ez a szavazás megyénként ment le, és a megyei győztesekből kerültek ki azok, akikre az országos szavazáson le lehetett adni a szavazatot. És hát nagyon úgy néz ki, hogy a Sira Krisztina tanárnő lett itt a 200 fő feletti iskolák tekintetében az országos győztes, ezúton is gratulálok neki, és az iskolának is, hogy ilyen kiváló kollégákat foglalkoztat. A Bem József általános iskola egyébként igazi sportos intézmény. A diákok az utóbbi évtizedekben rendre halmozzák az érmeket a diákolimpiai versenyeken. A mi iskolánkban mindig is nagyon fontos volt a sport és a mozgás megszerettetése, és azt gondolom, hogy Krisztina ebben nagyon-nagyon ügyesen tudja a gyerekeket bele nevelni a sport szeretetét, a mozgást, az egészséges életmódra való ösztönzést, és ezt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a gyerekek szeressenek mozogni, találják meg a maguknak megfelelő mozgásformát, és ehhez nyilván kell olyan jó testnevelők, akik a mi iskolánkban is vannak, akik képesek erre. A másik két kategória országos győzteseit hétfőn és kedden lepték meg. A 200 fő vagy az alatti iskolákban tanító legjobb testnevelő Hegedűs Ferenc, a Békési dr. I. és Sándor óvoda általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és kollégium tanára lett. Az év fiatal tesi tanára pedig Cebei Ádám, a kaposvári Kodály Zoltán központi általános iskola Berzsenyi Dániel tagiskolájának pedagógusa lett.